Üdvözöllek! Jelszavakra rengeteg helyen szükségünk van, hát ugye tipikusan az interneten, de hagyományos programokban is szükségünk lehet jelszavakra. De az interneten lépten nyomon jelszavak használatába botlunk, legyen az akár valamelyik közösségi weboldal, például a Facebook, vagy például egy banki weboldal, vagy gyakorlatilag akármilyen webáruház. És hát rengeteg más weboldal van, ahol jelszavak használata szükséges, értelemszerűen a bejelentkezéshez leginkább. Ahhoz, hogy a weboldalakat biztonságosan használni tudjuk, alapvető fontosságú, hogy erős jelszavakat használjunk. Tehát az 1-2-3-4-5 meg a ASDFGH az minden csak nem biztonságos, illetve erős jelszó, de hogyha mondjuk legalább 8 karakter, vannak benne számok, kis és nagy betűk, meg esetleg valamilyen speciális karakter, hát akkor az már úgy erősen hasonlít egy biztonságos jelszóra, bár azt nem lehet kijelenteni, hogy ennél biztonságosabb, erősebb jelszót ne lehetne kitalálni. Ettől függetlenül ez már úgy elfogadható, ezzel mindezt az a probléma, hogy minél bonyolultabb egy jelszó, ezáltal minél biztonságosabb, erősebb, annál nehezebb megjegyezni általában. A másik problémát az képezi, hogy a különféle weboldalakon célszerű különböző jelszavakat használni, hiszen hogyha netán valamelyik weboldalon megszerzik például az e-mail címünket, meg a jelszavunkat, vagy éppen a felhasználó nevünket, akkor egyéb weboldalakra is bejuthatnak. Viszont, hogyha különféle jelszavakat használunk a különböző weboldalakon, akkor ezt meggátolhatjuk, és akkor így eléggé minimalizálható a minket ért kár, vagy egyéb negatív dolog. Ez persze még bonyolultabbá teszi a jelszavak megjegyzését, hiszen hogyha rendszeresen használunk 10-20 weboldalt, vagy rendszeresen rendelgetünk webáruházakból, akkor ott is általában regisztrálni kell. Mindegyiknél egy-egy külön jelszó, hát igen, azért egy idő után eléggé sok össze tud gyűlni. Ezeknek az észben tartása nem feltétlen annyira egyszerű, meg hát ugye ez is előfordul, hogy egy weboldalt nem látogatunk túlságosan gyakran, és ilyenkor kénytelenek vagyunk új jelszót kérni, ami azért bonyolítja a dolgokat. Ennek az elkerülésére használunk olyan programokat, vagy hát éppen olyan online szolgáltatásokat is, ahol biztonságosan tudjuk tárolni a jelszavainkat. Van több ilyen program, illetve online szolgáltatás, ritkábban használt jelszavakra egy ilyen program tökéletesen jó lehet, mint például az a KeePass nevezetű is. Nem ez az egyetlen ilyen program természetesen, de ez az egyik legnépszerűbb és talán legelterjedtebb is. Ahogy itt írják, ez egy ilyen jelszó szép, és ez úgy működik, hogy a jelszavainkat eltárolhatjuk ebben a programban. Ez a program titkosítja a jelszavakat, és ezt a titkosítást visszafejteni nem igazán lehet. Ezt úgy kell használni, hogy be kell állítani egy úgynevezett mesterjelszót, amivel ki tudjuk nyitni a széfünket, tehát gyakorlatilag egyetlen jelszót kell megjegyezni, és ebben akár tárolhatunk 1000-et is, amelyhez csak egyetlen jelszót kell megjegyeznünk. Nyilván ennek a jelszónak erősnek kell lennie. Na de akkor nézzük meg ezt a gyakorlaton, hogy ez ugyan működne. Tehát itt vagyunk a keepass.info, downloads, és itt van ez a professional, ezt javasolnám. Ebből van a telepítős, meg a telepítő nélküli. Hát én ezt töltöttem le, most csak ki kellett meríteni és elindítani. Magyarítást alapból nem tartalmazza, de itt rögtön be is szerezhetjük azt is. Itt van, hogy magyar, és akkor ez kellene nekünk. Én már mindent letöltöttem, itt van látható, ki is tömörítettem, és akkor indítsuk el. Itt rögtön megkérdezi, ez még angol egyelőre, hogy szeretnénk az automatikus frissítést engedélyezni. Hát vannak esetek, amikor én engedélyezem a programoknak az automatikus frissítést, de nem minden esetben, mert van, hogy szeretem az adott verziót használni, és időnként megnézem, hogy van-e frissítés. Kipróbálom, és hogyha úgy gondolom, hogy érdemes frissíteni, akkor frissítek. Vagy hogyha muszáj frissíteni biztonságokból, akkor nyilván frissíteni fogok. De ennél ezt nem szeretném feltétlen, hát a nyilván választ azt, amelyik neked szimpatikus. És hát itt van, most akkor első körben itt a View menüpontot válasszó ki Change Language, összesen 2 darab nyelv van, hát nyilván az angol a beépített, a magyar az pedig ide van bemásolva a program mappájába. Ezt rögtön fel is ismerte, ezt válasszuk ki, megkérdezi, hogy szeretnénk-e újraindítani, igen, és akkor innentől kezdve ez már magyarul beszél hozzánk. Ez még nem használható így, ahhoz, hogy használható legyen, kattintsunk erre a gombra, illetve hát inkább ikon. Egy új adatbázis kell nekünk létrehozni, hát én ezt a program mappájában hozom létre, ezért ezt most itt be kell tallózni. Jó rendben, ez meg is van látható, itt vagyok, kifesz, és akkor hát mi legyen ennek a neve, saját, vagy jelszavaim, vagy mit tudom én, ilyesmi. Mentés, rendben, és akkor rögtön be kell állítani egy mesterjelszót.
Itt le van írva az ajánlás. Minimális hossza, minimum 12 karakter, ajánlott 30 vagy több karakter. Hát igen, ugye ez tényleg úgy működik, mint egy széf, és egy széf lehet akármilyen jól megépített, akármilyen erős, hogyha a zár nagyon gyenge rajta, ami jelen esetben a jelszó, akkor gyakorlatilag semmit sem ér, akármilyen erős lehet az a széf. Ha a zár gyenge, akkor nagyon könnyen feltörhető. Jelen esetben a zár a jelszó, a mester jelszó. Ide egy nagyon hosszú jelszót kell megadni. Hogyha kattintunk erre, akkor itt meg tudjuk nézni, amit megépelünk. Valami, valami, valami. Hát ez elég gyenge jelszó, de most mintának jó lesz, de meg ide egy nagyon erős jelszót írj be. Legyenek benne lehetőleg kis és nagybetűk, számok, meg akár különleges karakterek, például ilyesmi. Rendben. A Windows felhasználói fiókot is használhatjuk, de ezt annyira nem ajánlom, mert ez problémákat okozhat. Nem véletlen írják, hogy csak tapasztalt felhasználóknak. Van itt egy olyan, hogy kulcsfájl szolgáltató. Látható, hogy az van, hogy nincsen. Ezt jelöljük be, és létrehozás. Megint betalozom a program mappáját. Rendben, és akkor mentés. Most generál egy ilyen véletlenszerű kódot. Két módja van ennek. Az egyik, hogy itt mozgatjuk az egeret, és ebből fogja generálni. A másik, hogy mi magunk adjuk meg a véletlenszerű karaktereket. De ezekre nem kell emlékeznünk, itt írja is jobb oldalon. Hát a legegyszerűbb talán, hogyha itt az egeret mozgatjuk, és akkor generál majd ő egyet. Készen van, 256 bit. Ez neked nem jelent semmit, akkor az nem probléma. Itt van ugye a jelszó minőség, ezt a jelszót kell nekünk megjegyezni, mester jelszót. Jó, oké, meg vagyunk. És akkor igazából ezt már így használhatjuk is. Hát itt van néhány beállítás, de én úgy gondolom, hogy alapvetően ez így, ahogy van, tipikusan jó szokott lenni. Hát ha gondolod, akkor ezeket nézd. De hát mivel magyar nyelvű, úgy gondolom, hogy ez nem nagyon okoz problémát. Oké. Alapból itt létrehoznak néhány dolgot, ezeket töröljük ki. Ki kell itt jelölni. Delete. Igen, és nem utasa többet ezt az ablakot, töröljük. Kijelöljük. Delete. Jó, kategorizálni lehet itt a jelszavainkat. Van egy lomtár, ide kerülnek a törölt dolgok, most ezt még hagyjuk. Ezeket töröljük ki szépen. Kijelöljük delete, és akkor ezt így ki lehet törölni, a lomtár az marad. Lomtáron jobb egeret nyomunk, és akkor lomtár ürítése, törlés. Most akkor készen állunk a program tényleges használatára. Van egy ilyen, hogy saját látható. Úgyhogy ezen nyomunk egy jobb egeret, új csoport. Lehet egy olyan csoport, hogy közösségi weboldalak, például Facebook, meg ilyesmi. Itt is van néhány beállítás, de igazából ezek is olyanok, amiket úgy gondolom, hogy annyira nem kell piszkálgatni. Itt az ikont esetleg beállíthatjuk valami szimpatikusra. Hát legyen ez például így. Oké. Okay. Ezek után, hogyha szeretnénk egy weboldalt hozzáadni, vagy akárminek a jelszavát, akkor itt kattintunk jobb egérrel, és bejegyzés hozzáadása, ahogy a Ctrl-I. Megadjuk azt a nevet, hogy Facebook, felhasználónév valaki, jelszót vagy kétszer be kell gépelnünk, vagy ha kattintunk erre, akkor csak egyszer, mert ilyenkor mutatja a jelszót, valami, jó, ennyi. Most akkor rögtön el van mentve nekünk itt egy jelszó. Ha ezt meg szeretnénk nézni, akkor jobb egérre a kattintunk bejegyzés szerkesztési megtekintése. Avagy a másik mód, hogyha ki van jelölve, akkor Enter. Ide kattintunk, meg tudjuk nézni a jelszót. Ha jobb egérre a kattintunk erre megint, akkor itt van, hogy jelszó másolása, ilyenkor kimásolódik a jelszó. Most ide beillesztem, látható, itt van a jelszó. Tényleg kimásolta, oké. Okay. És hát igazából ez így nagy vonalakban ennyi, tehát ilyen módon fel tudunk venni jelszavakat. Most megmutatok még egy lehetőséget, létrehozunk itt egy új kategóriát, de egyébként itt az ikonokkal is elérhetünk különféle dolgokat, látható új bejegyzés, felhasználóni vágólapra másolása, hogyha ki van jelölve. Ki tudjuk azt is másolni, és automatikusan törli is egyébként ott írja. Vagy éppen itt van a jelszó másolása a vágólapra, és még egy funkciót megmutatnék, ez akkor létrehozunk itt egy új csoportot. Legyen az, hogy weboldalak, csak így szimplán, és akkor hát mi legyen ez az ikonja, tök mindegy. Ide állunk most ebbe a csoportba, vagy nevezhetjük éppen kategóriának is, és akkor itt van, hogy új bejegyzés. videotanfolyam.hu felhasználó név valaki jelszó, ide kattintok, akkor láthatjuk.
valami, és itt van egy ilyen, hogy URL a belépéshez. Ez úgy fog működni, hogyha most itt a videótanfolyam.hu-t megnyitjuk, akkor maga a belépés az ugyan ilyen működésű, de hogyha beírjuk azt, hogy per belépés, akkor is elérhető a belépés. Ezt a linket innen kimásoljuk, https://. Hát igen, hozta a HTTP-t is, de használjuk a biztonságos elérését, tehát a https://, videótanfolyam.hu/belépés. Jó, akkor itt megvan a videótanfolyam, itt meg a másik csoportban a Facebook, meg hát itt lehet akármennyi csoport igazából. Itt jobb megírral kattintva ezt létre lehet hozni. Na de, itt van a videótanfolyam, van ilyen, hogy URL-ek látható. Megnyitás, itt van a belépés, itt állunk a beviteli mezőbe, és akkor utána automatikus gépelés végrehajtása. Látható, hogy begépeli, plusz még az űrlapot is elküldi. Tehát még azt is meg tudjuk spórolni valójában, hogy nekünk itt másolgatni kelljen ezzel a megoldással. Tehát itt a jobb egérre vannak egyéb lehetőségeink. Hát, hogy ez mennyire gyakran használatos vagy hasznos, az úgy gondolom, hogy felhasználói szokás kérdése. Én leginkább ezt így jelszavak tárolására szoktam használni. Ha most kilépünk a programból, akkor itt egyrészt rákérdez a mentésre, itt alul jelöljük be az automatikus mentést, és akkor mentés. Ha most elindítjuk újra, látható, hogy bekéri a mesterjelszót, illetve a kulcsfájt is felismeri. Valami. És akkor rögtön hozzáférünk a jelszavainkhoz, amelyek titkosítva tárolódnak, tehát igazából úgy nem nagyon lehet hozzáférni a mesterjelszó ismerete nélkül. Csak ez az kell, hogy a mesterjelszóhoz kellőképpen erős legyen. Hát tulajdonképpen alapjaiban ez így működik, de azért itt még át lehet nézni dolgokat, mert hát vannak itt még egyéb okosságok is. Én alapvetően csak arra szoktam ezt használni, hogy a nem túl gyakran használt jelszavaimat tároljam benne, egy ilyen megbízható formában. Persze nem valami jelszóval tárolom, hanem ennél egy sokkal erősebb jelszóval.